Szép napot kívánok mindenkinek, vagy ahogy Szilárd barátom mondaná, sziasztok, csak hosszabban. Valahogy így, hogy sziasztok, nagyon örülök, hogy végre eljöhetett az idő, amikor újra bejelentkezhetek élőben. Sajnos és hála Istennek rengeteg dolgom akadt az elmúlt hónapokban, ami miatt kicsit csendesebben voltam, amit láthattátok, vagyis ahogy nem láthattátok. Ennek is az egyik következménye ez a rajz, amit itt épp készítek, ami ugye hát a budai várat mutatja szemből, frontálisan. Megmutatom így messzebbre, most itt tartok per pillanat. És miközben itt rajzolgatom a vonalakat, szeretném pár szóba mesélni erről, hogy mi is ez, hogy is van ez, és hogyan rajzolom ezt a képet. Én nagyon szeretem a perspektívikus furcsaságokat és különböző kihívásokat, amikor nehéz nézőpontokból ábrázolunk egy-egy épületet. Így hát azok a látképek, amik szemből vannak, és frontálisan láthatjuk a képnek a tárgyát, az eddig nem volt a repertoáromban. Őszintén szólva nem jelentett kihívást. Egészen mostanáig, amikor rászántam magamat az egyik nagy képem kapcsán, amit ugye most épp tapétának nyomtatnak ki, az újonnan nyíló ajándékbolt, Market One ajándékbolt falára. Tehát, hogy ennek a kapcsán kellett megrajzolnom ezt a képet, vagyis határoztam úgy, hogy külön is megrajzolom, és hogy utána összemontázsolhassam az eredetivel, amit készítettem. És ezért fogtam, és ezt a nézetet megrajzoltam. Még itt, amint látjátok, van mit bepótolni. De elsősorban most azzal foglalkozom, hogy a léptékeket jól ábrázoljam, mert ugye bár szemből van minden, de az itt is van egy előtér, ugye amit a Dunának a vonulata, van a rakpart síkja, mögötte a házak, a mögött a fák, és legvégül pedig a palotának a gyönyörű épülete. Na, hogy ez kellő hangsúlyba legyen, és hogy minden a maga helyére kerüljön, amellett, hogy én ezt szemből rajzoltam le, tehát elvileg nincsenek különösebb meglepetések rajta, azért ez egy elég sok utómunkát igényel. Ugye a kompozíció megvan, elkészítettem ezt a rajzot, jók a léptékek, jó a kompozíció, ugye még be kell fejeznem, de az, hogy a térben hol helyezkedjenek el a különböző síkok, ez még azért sok-sok munkát igényel. Ezen dolgozom ebben a pillanatban is, és ezt követhetitek egy rövid ideig itt. Ahogy éppen rajzolom ezt a képet. Ha bárkinek kérdése van, akkor örömmel veszem
As I see somebody from abroad see my live show, if you have any question, just ask, please. Nagyon érdekesnek tűnt, hogy az a elvileg tehát számomra nem túl izgalmas nézet, ami hogy szemből van, és rejt rengeteg játékosságot, amit nagyon nagy örömmel csináltam végig, és rajzoltam végig. Ez még sok-sok vonalat kell húznom. Azt szoktam mondani, hogy még pár tízezer vonal is kész a képem. Elmondom még azt is, hogy azért tustollal rajzolok, mert hogy azelőtt mindig ceruzát használtam, és hogy őszintén szólva elkényelmesedtem, hiszen a ceruzát ki lehet radírozni. Puhán lehet vele játszani, és addig rajzolod, ameddig jól esik. És ez egy olyan szintű kényelmességet eredményezett, amit észrevettem magamon, és én kihívást szerettem volna, és ekkor találtam rá, akkor jöttek be Magyarországra ezek a eldobhatós tűfilcek, és szépen vettem is egy ilyen touchlinert, ez különböző vastagságban, itt mutathatom, hogy milyen vastag, ez 0,5 mm vastag, és hogy ezekkel kezdtem el rajzolni, aminek hát nagyon jó, mert hogy hát ott van, amit odahúzok, viszont az ott is marad, és nem lehet javítani. Ezt sose szabad elfelejteni ennél a stílusnál, hogy amit én oda lerakok, az bizony ott is marad. És ezzel a nehezítő tényezővel is imádom a tustollakat, és bár ez a kép is tele van úgymond hibával, de pont ez a kicsit esetlen bája adja meg az eredetiségét a képnek, hogy a sok krikszkrakszból, amiket itt húzok, a legvégén összeáll egy kép. Megmutatom még egyszer a kompozíciót. Így néz ki. Egy pillanat. Hát még van vele dolgom. Fogok még ezzel kapcsolatban jelentkezni. Amíg én rajzolok, addig is nektek szép napot kívánok, és ha tehetitek, menjetek, kisétáljátok a Dunaparton, és élvezzétek a budai vár panorámáját, mint ahogy én is megtettem, amikor elkezdtem ezt a képet rajzolni. Sziasztok!